Mit jelent? Flow. Flow. Igazából igen, flow. Amerikai flow. Azt jelenti a jú. Ami egy kínai szó, amúgy. Repetíció és minimalizmus. És én esetleg ilyen autentik elektrosok. Nekem tök sok ötletem volt, amit például nem tudtam sehol kamatoztatni. Az ilyen tinédzserkor én magamra gondolok itt. Tehát erre tényleg ilyen kicsit őrült, ilyen néhol rockos, metálos, noise, csapongó. Például szeretem azt, hogy minél távolabb standard gitár hangtól, hogy lehet feszegetni a határokat egy kicsit is. Tehát ezekre odafigyelünk zenekarilag a hangszínekre is, meg a dinamikai arányokra, hogy nagyon, nagyon könnyen szétcsúszik egy zenekar, hogyha kicsit halkabb vagy hangosabb valami, tehát hogy pont együtt legyünk ezekkel. Tehát annyi maradt meg ezekből a törzsi dolgokból, amiket gyakoroltunk, hogy ugye az, hogy nagyon kemény téma elég ahhoz, hogy órákig játszanak vele. Igen, ez egy alapszabály. Ez megmaradt azért, ez egy fontos eleme a zenének. Igen, egy ilyen állapot zenélésre törekszünk, tehát ami a népzenéknek a jelleg, az alapvető jellege. Hogy ott különösebben nincs semmi megfejtés, ott egy valami elindul, és akkor az így megy. Ezek mindig tánczenék is, tehát ezek elég szorosan össze. Meg az áramlás, és ugyanaz történik meg tánc közben is, mint zenében, hogy belemész, ismétlődés, folyamatos ismétlődés, de közben folyamatosan változik is, de mindig a keretek megmaradnak, ez végül is táncene. Áramlás. Minden hangban ott kell lenni, és ez ugyanan intenzív tud lenni, még a halk akkor is, meg ha nagyon lassú akkor is. Tehát csak az intenzitás a lényeg, és akkor az emberek is figyelni fognak. De ez tényleg nem mindenhol van amúgy. Tehát ez azért érdekes, mert ez nem mindenhol van, hogy így figyelnének az emberek. Hogyha jó lesz, akkor remélhetőleg megalapozzuk az egész évet jó koncertekkel.